nem mondhatják azt a magyar ellenzéki szavazóknak, hogy rossz mesiást választottatok, és miután ráadásul visszafelé a, pedig úgy működik a dolog, hogy ugyanattól attól a politikai értelmiségtől kapják az információkat, akiktől az előző 14 évben is kapták, akik mindig tévedtek, mindig túlzó információkkal, mindig szélsőséges információkkal látták el őket, ezért tulajdonképpen visszatükröző itt a magyarországi liberális szélsőségnek a véleménye a nyugati sajtóban, ami a, hát sok mindenre jó, de a tisztánlátás nem segíti, az biztos a számukra. Jönnek az ilyen szereplők is, mint Kim Lin ugye? Most ő is megdicsérte egy Soros Györgynek egy régi szövetségeséről, alkotmányjogászról van szó, szóval aki egyébként 2000 22. februárjában, ha jól emlékszem, Márkizai Péterről is dicsőítő előadás zengett egyébként a CEUN egy, egy ilyen pódiumbeszélgetés keretében. Tehát ezek a szakrális elemek, ezek mind-mind megvalósulnak, és a végén ilyen főpap, ilyen baloldali főpap válik belőle, aki aztán az eddigi forgatókönyvek szerint mind megbukott. Most ugye országjárásba kezd Magyar Péter, mi bű lesz a benzinpénz? Mi bű lesz egy csomó olyan dolog, ami nélkül építkezni nem nagyon lehet. És aztán jön a következő kérdés, kik lesznek az ő csapatában. Egyelőre csak egy nagy hangú színész látunk ott, aki élete talán legrosszabb alakítását nyújtja, és csupa odaverődött politikai értelemben még Magyar Péternél is nagyobb amatőrt. Szóval kikből és mikből fúvódik majd tovább ez a már többé-kevésbé kipukkat léggömb.